Ahogy ez a felvételen is látható, így lehet bejelentést tenni azok ellen a csalók ellen, akik SMS-t küldenek csomagküldőszolgálat nevében. Az utóbbi időben ugyanis megnevekedett a káros hivatkozást tartalmazó SMS-ek száma. Ezért a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézete riasztást adott ki a Kibervédelmi Intézetnek az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az üzenetekben be nem fizetett szállítási díjra hivatkozva pénzt, illetve adatokat próbálnak megszerezni, valamint káros kód letöltését próbálják elérni az androidos eszközök felhasználóinál. Az SMS-ekben a csalók egyes esetekben linket helyeznek el, amelynek megnyitására próbálják rávenni a címzettet, például egy küldemény nyomon követésére hivatkozva. Ha az áldozat megnyitja az üzenetben kapott hivatkozást, olyan honlap jelenik meg, amely jól utánazzal valódi csomagküldőcég bejelentkezési felületét. Más esetekben alkalmazás letöltését kérik a csomagküldemény nyomon követéséhez, a feltételezett applikáció helyett azonban egy adatlopó vírus települ, amelyel a csalók majdnem minden szolgáltatáshoz hozzáférnek. Az intézet azt írja, az eddigi adatok szerint az üzenetek magyar mobilszolgáltató hálózatából érkeztek. Az intézet azt javasolja, hogy aki ilyen üzenetet kap, keressen rá az adott cég hivatalos honlapjára és ott bejelentkezve ellenőrizze az üzenet valóságtartalmát. Soha ne kattintson az üzenetben lévő alkalmazás letöltésére, ha pedig mégis megnyitotta, azonnal végezzen egy gyári visszaállítást az érintett eszközön. Az eddigi információk alapján a készenléti rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda kiberbűnözés elleni főosztály nyomozást rendelt el információs rendszer vagy adatmegsértése elkövetésének gyanúja miatt. A csaló üzeneteket bejelenteni a pont e-mail címen, vagy az nk.gov.hu weboldalon lehet. A bejelentéskor meg kell adni a feladó telefonszámát és az üzenetben található hivatkozást.